Ez egy művész portré kiállítás, amely vintage fotókból, több mint 120 vintage fotókból rendezett művész portré kiállítás. Kertész Csaba hosszú évek során gyűjtötte össze ezt az anyagot, galeristaként, műkereskedőként. Részben olyan művészeknek a portréiről van szó, akit ő maga is bemutatott, kiállított a Home galériájában a 2000-es évek közepétől, részben pedig olyan komplett gyűjteményekről, komplett anyagokról van szó, amelyeket egyben vásárolt meg, illetve amelyek úgy jöttek létre, hogy egy-egy fotóshoz konkrétan köthető darabokról van szó. Érdekes a kiállításban, én kiemelném kifejezetten a személyességet, ami három szinten is megnyilvánul. Az egyik az, hogy maga a gyűjtemény borzasztóan személyes, hiszen lehet látni azokat a személyes vonzalmakat művészekhez, amelyek a gyűjtőnek a személyiségéből fakadnak, tehát nem egy random válogatásról van szó, hanem nagyon is komoly személyes viszonyokról. És ezek a művészek, akikhez Kertész Csaba személyesen is akár kapcsolatot fűzött, vagy kapcsolat kötötte hozzá ezekhez a művészekhez, megjelennek ebben a tárlatban, illetve azok a művészek, akiktől gyűjteményében vagy a galériában kiállításokat rendezett. A második szintje a személyességnek az a korszakra jellemző személyesség, amely a legtöbb művészportrén itt megfigyelhető, bár itt hozzá kell tennem, hogy egy picit szét kell választanunk a zenei témájú, illetve a képzőművészeti témájú képeket, hiszen a zenei témájú képeknél, tehát koncertfelvételek, illetve zenészekről készült képek esetében nagyon gyakori a nem beállított, hanem a spontán fotó, amikor ugye egy helyszínen készül egy-egy mozdulat, egy-egy karakteres kézmozdulat elkapásával egy-egy fotó, tehát ezek pillanat felvételek. A képzőművészekről készült portrék pedig sokkal inkább beállított, szenírozott fotók, amelyek általában érdekes módon nem kiállítás terekben, vagy kevesebb esetben, vagy ritkább esetben kiállított térben, sokkal inkább a műterem intim terében készültek, és nagyon erősen kötődnek egyrészt a művésznek a személyes teréhez, hiszen bepillantást engednek egy személyes szférába, egy intim szférába, ami lehet egy lakás belső vagy egy műterem. És nagyon erősen benne van nyilvánvalóan a művész, az alkotó művésznek, tehát a fotósnak a személyessége is, illetve személyisége, ahogy megkomponálja ő ezt a felvételt, ahogy elrendezi a tárgyakat, és ahogy beállítja azt a pózt, amiben mondjuk a művésztől szeretné elkapni, megragadni a személyiségét. Tehát ez a személyesség, ez egy nagyon fontos motívuma, talán azt mondhatnánk ennek a kiállításnak. Érdekes, hogy egy nagyon nagy időintervallumot felőlel ez a kiállítás, hiszen Aggházy Gyulától és Mednyánszky Lászlótól, Riprónai Józseftől egészen eljutunk a jelenkorig, Bada Dadáig, Felugosi Lászlóig, Fehér Lászlóig. Tehát azt lehet mondani, hogy jóval több mint 100 évet ölel fel ez a tárlat. Ugyanúgy, ahogy egyébként a zenész portrék esetében is, ugye Liszt Ferenctől eljutunk egészen Ferencsik Jánosig, vagy Sviatoszláv Richterig. Tehát itt is egy nagyon hosszú időintervallum az, amit átölel ez a kiállítás, és ez azért borzasztóan érdekes, mert lehet látni azt is, hogy a fotográfia hogyan változik az évtizedek, évszázadok során, milyen látásmódok, milyen komponálásmódok érvényesek egy-egy korszakra, és ez nagyon sokat elárul arról a korról is, nem csak arról a szeméről, aki készítette a fotót, hanem arról a korról is, amelyben készült. Tehát összetéveszthetetlenül be lehet azonosítani nem csak a tárgyak és a ruhák alapjának korszak,
időszakot, amelyben a fotográfia készült, hanem a látásmód miatt is. Tehát mondhatjuk azt, hogy azok a képek, amelyek itt mögöttem láthatók, ezek nem készülhettek volna máskor, mint a 60-as, 70-es, 80-as években, hiszen ma már senki nem készít ilyen típusú művészportrékat, amelyen a pátosz, a teatralitás, a művész zseni, illetve az tulajdonképpen egy picit ugye elvonuló művész, vagy a társadalomtól visszavonultan, visszahúzódóan élő művésznek az ideája az ilyen erőteljesen jelen lenne. Ez ma már egészen más, hogy készülne el. Tehát ezek a képek, ezek nem csak a művészekről szólnak, és nem csak a fotóművészről, hanem arról a korról, amelyben elkészültek, tehát ilyen értelemben korlenyomatok. Ami megint nagyon érdekessé teszi őket, hogy ha belegondolunk, hogy az irodalomban például milyen ikonikus portrék vannak, ha csak az ember bemegy az íróboltjába és látja Ady, Kosztolányi, Karinti, Tandori, Eszterházi portréit, akár szatyrokra vagy pólókra nyomva is, ezek olyan ikonikus portrék, amelyek beivódnak tulajdonképpen a kollektív emlékezetbe, és az irodalomkönyvekben számtalanszor publikálódnak, és mindenki tudja, hogyha meglát egy Ady portrét, nem csak azért, mert korábban rajta volt a pénzeken is, hanem azért, mert tényleg beivódott ez egy kollektív emlékezetbe. Ez mennyire kevéssé van meg a képzőművészetben, és talán azért gondolom, hogy ennek a kiállításnak fontos szerepe van, mert az, hogy egy művészhez egy arcot tudjunk kötni, az borzasztóan fontos, nem csak abból a szempontból, hogy a művet másként nézzük, hanem megint csak a személyesség szempontjából ez nagyon fontos, és talán kevésbé tudunk arcokat kötni a festményekhez, mint irodalmi művekhez, írókhoz. Itt azonban tényleg a klasszikus modernek, tehát Czóbel Bélától egészen Bernát Aurélon át Barcsai Jenőig, illetve még tovább ugye a kortársakig. Össze tudjuk kapcsolni ezeket a karakteres arcokat azokkal a művekkel, amelyeket ismerünk tőlük. Tehát ez is egy nagyon fontos mozzanata szerintem a kiállításnak. Hát amit kiemelnék, ugye a Tóth István, akinek egy nagyon fontos gyűjteménye van itt, nagyon fontos portréi, művészportréi. Ő egyébként egy autodidakta fotográfus volt, aki magától tanulta meg a mesterséget, és készített el olyan portrékat, amelyeket itt láthatnak mögöttem. De kiemelném Molnár Editet, akinek szintén a zenei témájú portréi, illetve zenei témájú fotói egy nagyon fontos korszakot örökítenek meg, amelyben világsztár zenészek és zeneszerzők látogattak Magyarországra és léptek fel a Zeneakadémián. Ezek is végig kísérik ezeknek a zseniknek a találkozásait. Itt a legérdekesebb talán az, amikor két nagy zeneszerző vagy két nagy művész találkozik, úgy mint Perényi Miklós és Pablo Casals, vagy Kodály Zoltán és Yehudi Menuhin. Ezek is nyilvánvalóan elmondanak valamit arról a korról, amikor történt egy valami fajta nyugati nyitás, és gyakorlatilag világsztárokat sikerült idehozni. Én mindenkinek ajánlom ezt a kiállítást megtekintésre, és hát még annyit hozzátennék, hogy ugye vannak színes felvételek is, ezek már ugye az utóbbi 20 évben készültek, kisebb részét teszik ki a gyűjteménynek.